Ennek a Tóvárosi társasháznak több lakásában sem működik megfelelően a fűtés. Van, ahol idén 18 fok volt a legmelegebb, de ezt a hőmérsékletet is csak ritkán sikerült elérni az itt lakóknak. Hiába fizetnek ki mindent, még sincs meleg a lakásokban. Nem csinálnak semmit ezzel a fűtéssel, ami, ami, nagyon rossz. Este hideg. A kislányom azért becsukja mindig az ajtót este, mert azt mondja, hogyha kinyitsa, innen megy át a hideg, annyira, hogy szinte húzat hideg van. Ez az egésznek a kulcsa, hogy ott elválik a hőközpont. Megkeresésünkre Sauter Ákos a Széphő ZRT hőszolgáltatási igazgatója azt mondta, a távhőszolgáltatás megfelelően működik, a hiba a ház előregedett fűtés rendszerében van. Amit mi ellenőriztünk és amit mi látunk a hőközponti adataink közül, az mind arra mutat és arra enged következtetni, hogy rendben van a fűtés. Tehát az a mennyiségű hő, ami a társasháznak szükséges, az eljut a hőközpontokig. Megkerestük a lakóház közös képviselőjét, aki telefonon elmondta, a lakóközösség leszavazta a felújítást. Ez ugyanis több mint 1 millió forint plusz költséget jelentene, illetve lakásonként még nagyjából 40 ezer forintot, amiből korszerűsíthetnék a fűtésrendszert. Azonban ennek csak akkor van értelme, ha mindenki megcsináltatja, ám a lakók 75%-a nem támogatta a korszerűsítést.